Hát akkor kiterítve, menjünk szépen végig. Itt van ugye a kuplungunk, indulunk egy 40x52x7-es szimmeringgel, utána egy 6205-ös csapágyunk, majd a primer tengely végén van ez a BK-15-12 zsák tűgörgős csapágy, az ugye zárja is kifele az olajteret. Rückwärts 15x19x24-es dupla tűgörgős csapágy, 2 darab M6x18-as hernyócsavar. Szekunder tengelyünknek az elején van ugye ez a vakdugó, ami egyrészt az olajteret zárja, másrészt támasztja a ferdehatásvonalú csapágyunkat elmozdulás ellen. Azt a kupakot zárja, tömíti egy 42x2,5-es ógyűrű, majd van a 7204 Béla golyós csapágyunk, a szekunder tengely és a kardán kihajtás tengely csatlakozásánál van egy 15x19x13-as tűgörgős csapágyunk, van egy 51202-es golyós támcsapágyunk, maga a kardán kihajtás az indul egy 6206-os golyós csapágya, utána egy 6005-ös golyós csapágyal, és majd zárja kívül egy 25x47x7-es szimmering. Kihajtás, idézőjelbe féltengelyek. Van 2 darab 6205-ös golyós csapágyunk, van 2 darab 35x52x10-es szimmeringünk, van 2 darab 25x2-es és vagy 2 feles ógyűrünk. Ezt így viszonylag nehéz volt meghatározni. Mind a kettővel működhet. Illetve van a váltó rudazatunk, ami egy ilyen mostoha gyermek. Ugye itt mindig szokott jönni kifele az olaj, meg ahol ki tud jönni az olajat, be tud menni a víz is. Itt van egy 15x28 vagy 3-as ógyűrünk. Most kérdés, hogy ez mennyire van már megkopva. Igazából amelyik beszerezhető, amelyiket bele tudjuk tenni, és bele tudjuk úgy nyomni a tengelyt, hogy nem séri meg az ógyűrű, és tömít. Azzal már meg is jöttünk. Csinálok erről a kiírásról egy felülnézeti fotót, akkor egyszerűbben meg lehet nézni az irományokat, akit érdekel. Nem kell a videót ide-oda pörgetni, de ez nagy vonalakban ennyi. Beszerzés, összerakás, befejeztük. Hát kezd körvonalazódni. Itt-ott már látni az alaptábort. Összes csapágyúj, kivéve a rückwärts tengely, az fontos elmondani. Annak amennyi dolga van, azt tudja az a gyári. Azon kívül az összes támcsapágy, tűgörgő, golyós csapágy, ógyűrű, illetve szimmering, még a mumus szimmering is. Most itt van még egy, mert össze lesz rakva még egy hajtómű, tehát egy a polcon, egy a gépbe, befejeztük. Tőcsavarok, amik sláger tőcsavarok, tehát a vonószem, illetve a blokkfelfogatási csavarok, amik egykoron sokat levoltak szedegetve, oda is volt rajtuk a menet. Csere, filléres dolog, sokkal egyszerűbb most itt a műhely asztalon, mint kinn a sárba. Bronzkerék, át fogom fordítani. Most a másik oldala kopjon, amúgy ez egy egész jó bőrben lévő bronzocska. Kilettek méregetve a hézagok. Én ahogy néztem, teljesen szimmetrikus, ahogy mértem, tehát egyformán lesz mind a két oldala hézagol, vagy középen maradjon a tengely. És igazából ez is egy ilyen 40 forintos történet per darab. Kár vele baszakodni. A 15x3-as
Simmering, illetve bocsánat, ógyűrű tökéletesen tömíti a váltó rudazatot. Most még nincs benne a kisgolyó meg a rugó, ami ugye a pozícióhoz beugrik, az amúgy is kívülről szerelős, tehát kár itt baszakodni, hogy visszagyűszmékeljük a kisgolyót, ez kintről egy hernyócsavar, egy rugó és a golyó. Itt van az a blindelés, ami kiszokott esni a rükvers tengelynél, és elkezd folyni az olaj. Az kicsit el van deformálva, valószínűleg ez is kap egy 20 eurocentest beragasztva, és befejeztük. Csavarok. Minden belső csavar, ami a hajtóműben van, az erősebbik menetrögzítővel, oktájtal belet ragasztva. Végül a hernyócsavarokat én nem kontráztam le, mert az most nem látszik, és nem fogom átpakolni, hogy amúgy nincs túl messze a kihajtás fogaskerekétől, tehát ha bármi okból kifolyólag ez lejjebb tudna fordulni, mondjuk mert ez föllazul, vagy az föllazul, akkor a fogaskerék hatósugarába belekerülhet az anya. Igazából a gyár is volt kontrázva, nem is estek ki, csak föllazultak. Most ezzel remélhetőleg ez a loktájtal ez megoldódik. Igazából nagyon szépen fut benne minden. Ideje volt abszolút az összeset eldobni. Ez a csapágy, ez ilyen majdnem egy millimétert lógicált. Ugye itt tengely irányba van terhelés kuplungoláskor, oda-vissza. Az egyik hajtóműben gyári csecsapágy volt, a másikban MGM Radax. Egyik se egy atomvillanás, meg eltelt 40 év, tehát most így igazából rátettem a kihajtást, hogy ezt a csapágyat ő betolja a helyére. Tökéletesen, lógásmentesen van a ferdehatásvonalú golyósunk is, úgyhogy ez ennyi. Paszta, összerak, és akkor át lesz forgatva, meg váltogatva, hogy mindenki a helyén van-e. Azt ugye a lyukon tudjuk követni, hogy rendesen beteszi-e, teljes felületén fut-e, és amennyiben igen, akkor le lesz festve. Itt az utolsó lépés a festés. Két féltengely szimmeringünk, végül nem 10-est raktam bele, mert a gyári leírás szerint is 12-es való. 12-es lesz, meg is van a helye. A két féltengely ógyűrű, és a kardán kihajtás szimmering van még hátra. Úgyhogy, ahogy ez kész van, már döntöm is szét a másikat. Na és akkor a csodálatos váltó rudazatunk. Most ugye itt van egy csaplógásunk. A legtutibb az lenne, ha most levenném ezt a kis kart és beperselyeztetném, hogy ne lógjon ezen a csapon. Ez a rész engem annyira nem érdekel, tehát ez egy traktor. Itt, amivel sikerült forradalmi áttörést elérni, az, hogy itt nincsen egy ilyen fél centi körüli holtjáték. Tehát most a videó, nem tudom, hogy visszaadja, megpróbálom szemből venni. Most mozgatom. Tehát az a lógásunk megszűnt. Nemes egyszerűséggel egy hatlapú acélcsavar meg lett drótkorongozva ennek a téglatesnek ez a lapja. Ugye ide ült be régen ez a valami. És a 16-os laptávú 10-es csavar úgy, ahogy volt, rá lett két oldalról hegesztve. Kiáll egy M10 menetünk, és akkor két összehúzott anya közt van a halszemgömbfejünk, vagy G-szemünk, vagy gömbcsuklónk, ki hogy hívja. Ide majd még fogok sufnizni egy félanyát, most ez még nincs pontosra beállítva, hogy le lehessen kontrázni, vagy kap ez is menetrögzítőt. Én a kontrázásban itt most jelen esetben jobban hiszek. És ugye annyi van, hogy föl lett használva a gyári kar, de gyakorlatilag a ráhegesztett alátétig el lett vágva a menet, és nagyságrendileg egy ilyen... Talán ez volt az,
egy ilyen 30 mm-t le kellett vágni a hosszából. Ugye az egy beállított váltórudunk volt, onnan vettem le ezt a távolságot, amivel faszán jött ki a gépen az alutáblánál a kar. Az volt fönt a gépen, arra a távra ez most be van lőve, úgyhogy ennek így jónak kell lenni. Itt még amúgy az is elgondolkodtató, hogy ezt a sasszeges nyomorúságot ezt elfelejteni, bár rövid ez a csapunk, tehát lehet, hogy ezt célszerűbb lenne kicserélni egy 12-es csavarra, és akkor ide egy önzáró anya, és a két lapján forog mondjuk valami kis bronzalátéttel vagy rézalátéttel közrefogni, onnantól nem a csap fogja a lötyögést gátolni, hanem a két lapján fog futni. Nem hiszem, hogy én ezzel több időt el fogok tölteni. Lényegesen jobb, mint volt, és nagyon fontos, innentől ez egy tipizált alkatrész. Bemegyek a magbótba, megveszem, főrakom, megyek tovább. Egyes, vagy bocsánat, rükvert. Üres. Egyes. Kettes. Egyes. Üres. Rükvert. Végül ki kellett cserélnem a forgáspontot, mert egy jó centivel kijebb kellett raknom a segédirányító kart, hogy a halszem csuklónak a belseje tökéletesen elmenjen a váltó mellett, de ez ennyi. Innentől állítható a hézag, és minimalizáltuk a lógást, és ez ennyi.